Nem baj, elfoglalunk minden helyet. Szennyiből. Lejjebb is ülhetünk. Jó, itt a fény, itt a legjobb. Sziasztok! Tényleg ez volt az. Jó. Na, sziasztok! Jaj, hello! Valamiért a bokám mindig ki akar menni. Bejöttünk lattézni. Na, hol vagyunk? Mi találjátok ki, hol vagyunk? Megmutatom nektek a helyszínt. Na, hova az ott az uram? Na, találjátok ki, hogy hol vagyunk. Már ezt ismeritek pedig a környezetet. Na, hol? Inkább ide ültünk, nem baj. Jól esik, hogy persze. Köszönöm. Köszönjük. Kiszolgálás megint. Csak finom. Köszönöm a rózsát. Puszillag, drágám. Téged is lefotózlak. Nézzétek, ki videóra. Jó. De jó, rendben. Mi az a? Kitől? Hát a szandali. Mit csinálta? Mint egy fajta. Milyen fényképező? Milyen lényeg? Adjál. Nézzél már. Nem nézem. Akkor csak úgy csinál, mint aki arra fordult, sziszik. Így. Ezeket szeretem mi. De jó. Hogy? Sziasztok, Mizu! Ja, itt már itt vannak 200 valami. Meg nem olvassuk. Sziasztok! Borima Mizunk. Hát nézzenek már téged, mi máma nem láttak. Engemet már láttak. Aki még nem látta, jelett a körmöm. Na milyen? Mindjárt olvasunk, Tavaszbattálon. Hol vagytok? Hogy vagytok? Vizu veletek? Írjatok pár jó szót, ez egy finom, réteges. Kellemes a zene, szia sacikámat! Megint berezonált a Funkónak a telefonja. Hú, de nagy fényeket csinál, eh! Nem tudom, miket csinál. Sziasztok, szia mindenkinek! Lattézni jöttem, kávézni. Nagyon finom. Fajnak vagytok, puszi nektek is. Puszi mindenkinek. És kóstoljam csak meg. Mennyi kávét ittál? Kettőt. Kettő Nescafét. Csak két darabot. Sört iszol? Azt mondtad, nem is fogyasztasz alkoholt, Edward. Már meg azt írott, hogy sört iszol. Sziasztok! Szia, Rita! Szia, Ritus! Mizu veled? Ó, de jó habja. Megkóstolod? Nem, félek, nem iszol. Nem az. Hát egy kortyolod, hogy megkóstolod? Hát így vagyok. Tényleg, de akkor egy kicsit, egy kis pohárból egyet csak. Egészségedre váljék, Edward. Akkor viszont azt kívánom, hogy váljon az egészségedre. Hát jó. Nem. Ez már. Gyere már közelebb. Gyere közelebb. Még egy kicsit. Most te? Azaz. Na. Hiszi. Agyi for mini. Nem tudom, hogy van ez a film már megint.
olyan jó látni. Te most így jó színben vagy. Én vagyok kivi. Látod? Így a színed jó. Hát, de engem túlvilágít, mert alapból fehér vagyok. Köszönöm a rózsát. Sziasztok! Szia, Dorinám! Puszi mindenkinek! Hogy vagytok, s mint vagytok? Mindenkinek. Jó van ez így. Így tudok olvasni. Jó. Igen, kiruccantunk egy kicsit. Mondom, akkor eljövünk. Majd, hát az kerékre nem ülök fel. Van itt óriás kerék. De én nem ülök fel. Mikor lesz az esküvőtök? Nem tudom. Az biztos, hogy nem tudom megmondani, mert felejtettem. Nem tudom. Jó, de finom ez a latte. Sziasztok, a Borimamiba vagyunk. Ki is írtam a címet? Borimami. Ez a Borimami gyereke. Ma csináltam magamnak. No, milyen? Egyszerű, de nagyszerű. Csak sima pink. Jó, minden. Gyömbért iszik. Nem fogyasztunk most alkoholt. Nem szabad. Halálom álljára. Isten őriz. Tudjátok, melyik az a zene? Ma este hogy van? Nem az. Hogy kezdődik a halálom álljára című zene? Hogy is van? Hogy kezdődik a szövege? Da-da-da. Nagyon-nagyon... Mondjátok csak, YouTube-on szoktalak nézni, nagyon jókot főzöl, igazi roma asszony vagy. Köszönöm, Dorinám, csókollak. Nem viszkizik? Nem, az nem viszki, gyömbér. Megmutatom nektek. Figyeljtek, akkor így előveszem a gyömbért. Tessék. Gyömbér. Viszki. Gyömbér. Viszki. Megvárom, hogy ki viszki. Olyan finom amúgy az a viszki, az a Walking Dead. Mi is a neve annak? Johnny Walker. Sziasztok! Nagyon szép a körmöd. Köszön. Kerozin. Azt hiszem, igen, a kerozintól van. Hogy is van? A kerozintól az a zene. A halál a májra. Hogy van? Szerintem az a kerozin. Nem a kozmi. Falko barátom, Sosimo, Giastramo. Sziasztok! Gyasztara. Büszkevés, köszönöm. Ma éjjel. Na, hogy van? Szia, büszke vagy is. Igen, ügyes. Szia, büszke vagy, ügyes csinálni köröm. Köszönöm. Köszönöm. Mit tesztek? Semmit. Tyúkos káposztát tettem. Egyéb. Dehogy ezek, hát egyéb. Jó, nekem most tettem. Hogy van, most tettük a tyúkos káposztát. Én most is szép, igaz? Ilyet akartam, ezt a gyönyörű formát, ezt a szép nézd már, milyen szép formája van. Nagyon szeretem, amikor szépen ki van reszelve. Gyönyörű forma, ez finom C-ív, látjátok? És ez színre az egész lefestve. Egyszerű, de nagyszerű. De tökéletes az alak. Tudjátok, azt szeretem. Sziasztok, 79-es Meli. Szia! Igen, eljöttünk, csináljunk egy hatalmas balhét, ma éjjel a jelszó, halál a májra. Tudod, mik ez a zene? Emlékszel rá? Nem tudja a Folko ezt a nagy zenét. Ilyen zenét nem érdekel. De ez az nagyon ilyen nagy zene volt. De akkor nem, ott, ő akkor is itt hallgatta. Minden diszkóba ment. A diszkóba ez voltak a... Te nem jártál diszkóba? Ja, nem járt diszkóba. Vizébe járt a Anita bárba. Vagy milyen bár volt az? Bárba jártam. Egy bár, ilyen bárokba járt. Tudjátok, milyen az a bár? Filmesztelen táncolnak a nők, bárba járt. Értsétek? Nem. Akkor? Bár. Bárba? Nem bár. Bár. Még bár? Azok nightclub. Jó, igazad van, de bárnak is mondták, akkor miért mondták azt, hogy bár? Bár, csak tovább járhatnál. Azaz, csináljunk egy hatalmas balhét, ma éjjel a jelszóval áll a bajra. Ezt ne felejtsd el, de jó volt.
utazunk a világba, Bali, Hawaii-ra. Még az Bora, micsoda, az biztos, hogy jó lehetett, várt, ha te ajánlod. Az mellé nem lövünk. Ezt nem hallottam. Valami zenét. Utazzunk el baj, Tajvanra ma éjjel, vagy... Mi folyik, gyöngyösöm? Most az óriás kerék forog. Üres volt az óriás kerék, most az elindult. Üresen is megy az óriás kerék, én meg csak megnézem majd. Bora, Hawaii-ra utazzunk el. Nem tudom, az melyiket vár. Egy nagyon finom habos latte kávé. Ez latte cappuccino. Falkó gyömbér, ez így gyömbért iszik. Igen, itt vagyunk a főtéren. Igen, ez a főtér, a Bori Mami főtér, igen. Egyszer kiütöm a fogamat majd a kanállal, vagy a pohárral. Dödi Bori az a címe, a dalnak Melindám, jól van akkor. Jó lett a körmöd, köszönöm. Hogy jöttetek össze a Facebookon, Facebook? Mit tesztek? Semmit. Tényleg, tegnap voltam a Mátrába, nagy hóesésbe. Hóesésbe? Hát most írja, hogy az esett. Azt mondja, tegnap. Ki kezdeményezett először? Saci kérdezi, ki kezdeményezett először? Nem igaz, ő írt. Mindig rá. Falkó írt rám. Hát... Férfi vagyok, nekem kell, nem? Igen, ez komolyan. Komolyan a igen, komolyan az Facebookon, komolyan. Nagyon sokan a Facebookon ismerkednek meg. Köszönöm Zeynep, köszönöm a Rózsát. És eddig, akikkel beszélgettünk, hogy a Facebookon találkoztak és ismerkedtek meg, azok mind együtt vannak. Azok mind együtt vannak, akik a Facebookon jöttek össze. Mind. Hát az azok már olyat is hallottam, hogy 10 éve már megismerkedtek, ja. Már 15 éve, de a Facebookon. Van olyan is, hogy 3 éve, 4 éve, de a Facebookon. Mert hát azt akartad mondani, hogy Facebookon jobban lehet látni, ki milyen? Ja. Facebookon jobb spórolni, én azt mondom. Hogy jobb spórolni? Mi? Miről beszél ez, gyerekek? Mi van vele? Igen, igazából úgy jó, ha a férfi kezdeményez. Igen, Tündikém, ő kezdeményezett. Ő írt rám, aztán elkezdtünk beszélgetni. Sziasztok, Jolly Bora, Bora, habár ütözünk a világba, Bora, dam, 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 ripa, pa, 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 esküszöm, jó zene. Jó van. Hát most már így gondolom. Mióta vagytok együtt, már 5. éve lesz, hogy együtt vagyunk. Októberben lesz 5 éve. Kell lesz nekem, mint szívnek a dobbanás. De szépet ír a Saci, kell lesz nekem, mint szívnek a dobbanás. Az biztos, hogy az nélkül semmit nem ér. Szívdobbanás nélkül. Szia, Angi! Szia, tesó! Kell lesz neki, mint ételben a só. Így Kérdez. Van. Kérdez. Szia, Angi! Mit csináltok? Ja, itt már megint jön egy pontanás. Kell lesz neki, mint alkoholistának az ital. Sziasztok! Mi is ott jöttünk össze? Na, hát azért mondom. Ti is ott jöttetek össze. Mi már 11 éve vagyunk együtt az Urammal. Na, sok-sok boldog évet még nektek. Mennyi idő után költöztetek össze? 3 nap. 3 nap? 3 nap múlva. 3 nap. 3 napja ismertük egymást. 3 napja ismertem. És már 4. nap már ott aludtam, és ott is maradtam. Bármint oda mentem cuccustul, szerkóztul, bizzelestül. Ha viszti, ne bassza, nem bassza már azt a csávot. Kama cuccustul megjelenít, gyere. Úgy voltam vele, kapol 3 napot, és majd vagyok 5 évni. Azt mondja, megjelent. Nem megjelentem, te vittél. Vittél, nem értem, jöttél? Becsengettél. Melin, ugyanígy voltam, azt írja Zsennett, hogy ugyanígy volt. Na,
Becsengetek. Köszönöm. Volt, így csináltam. 20 papja. Tényleg, az a szatya, az a sportáskák. Ne, volt az jó szak. Volt ruhám, ami... Mondom, mi van? Mondom, azt hittem valami román először. Valami áról nem veszek semmit, tessék menni. Ő, vitt le. Nem látod? Én vagyok az, mert fel volt kötve, ha ezt nem ismertem meg. Én vagyok az, Melinda. Na, hagyja engem, mert román, menjen el. Az itt... Nézem jobban a színt, mind nézem. Meg a seggét. Én mondom, ez az. Felismert a szememről, meg a seggemről. Ja, te vagy az, Melinda, így lefele nézek. Mondom, áról érté. Szóval nem, hozzá megpróbáljuk. Lefele beszélgetett. Mondom, kapol 3 napot. Szóval jó. Van biztos volt magában, azt mondta, hogy jó van, oké. Itt van, na, 6. éve. 5. Gyerekek, nem igaz, el ne higgyétek, hogy én mentem oda magamtól. Ő eljött, értem, kocsiba, hogy jött gyerekek. Azt mondta, jössz, na gyere. Hol jöttetek össze? Facebookon. Rögtön elvitte a Falkó. Azt látod, itt írja az Angyi, rögtön elvitte. Rögtön, ott az Angyira hallgassatok. Nem igaz. Azt mondja, rögtön elvitte. Testvérek, hogy ne volna már. Így kell ezt csinálni, Meli. Ugye? Na, látod, de így kell, nem veszteget, de jó, de cukik vagytok, de igaz, amúgy így volt. Nem veszek semmit. Hát. Zavartam, menj. Nem az volt semmit. Így, hogy én mentem oda a pakkostól, hanem ő jött, értem, hogy pakoljak befele meg minden, meg mondtam, hogy akkor gyere el, értem, akkor eljött. Tudjátok, így volt. Becsengetett és... minden. Nem így. Elkötött hagyjal. Csak nem az ismertem, az igaz. Háttal húlt, azért. De jó, román csaj. De nem veszek semmit. 3 nap. Megfordult. Én vagyok a szátom, én vagyok. Ki vagy te? Nem veszek semmit. Menj. Megfordul meg. Jaj, te vagy ez. Van, mi van? Áron jöttél. Dehogy. Hozzád. Megpróbálok 3 napra. Na, majd megpróbálok. Azt, ahol vagyok-e? Egyelő tudja adni. Azóta én is piacozni járok. Én is elhiszem. Úgy elő tudja adni, hogy még én is elhiszem. Olyan, mintha így lett volna tényleg. De nem igaz? Mondom, így van. Hol vagytok? Miket beszél? A Niki kinevet, látod, tudja? Hogy vagytok? Mi volt ma az ebéd? Tyúkos káposztát tettünk még ma is, de olyan finom volt. Jó páros vagytok, jó hallgatni, hogy humorosan meséltek az első napról. Hát igen, amúgy. Az igaz, hogy 3 nap, 3-szor találkoztunk, 3 alkalom, aztán össze is. 3 magyar igazság, megvártuk a 3. napot. Új, ez nagyon finom, ó, nagyon finom volt, Rencsi. Finom, igazi, házi tyúka csináltam. Hány évesek vagytok? Én 43. Én 26. És már 5. éve vagyunk együtt. 21 éves koromban. 21 éves korában elcsábítottam, úgyhogy jó, hogy elhozott 3 nap után, amikor... Bolond gyerek voltam. Ugye, itt élsz. Ő meg... Bolond gyerek voltam. Mondom, jó van. Esős időben, abban az esős, szeles időben nem fogadom be, nem vagyunk együtt. Befogadtam. Na, írják nagy komolyan, nem számít a kor. De amúgy tényleg nem számít a kor. Én is így vagyok vele. Tényleg nem számít. Szerettünk volna gyereket, de már nem. Nem. Ha az a kormány lesz, én nem akarom gyereket. Hát igen, valahogy... Olyan hideg, olyan... Egyszer hideg, egyszer meleg, egyszer 18 szó, egyszer esős idő. Fog majd főzni, úgy döntöttük, igen, hogy nem kell gyerek. Hát most is emelték a burgonyát, nokedlik, mi minden, nem kell gyerek. Liszt, cukor, tészta, mely megmelik az Falkó. Megmelegítetted, igaz? A Melit, Falkó. Megmelegített, fújt ki itt a szél. Hát szárnyém alá vettem. Szárny alá vett engem. Így bebújtam a szárnyai alá.
sosem késő. Na, ebben nagyon is igazad van, Bernadett, sosem késő, soha, semmikor, ne felejtsétek el, soha, még 60 évesen sem késő. Sosem, akkor ma egyedül laktál. Ja, igen. Igen. Hát nem késő. Soha. Soha, soha. Jaj. Itt egy kicsit még reszelnem kell rajta. Örökbe fogadni nem akartuk. Emike téged? Dehogy nem, gyere, babam. De. Látod nálunk milyen, de milyen gyorsan megy. Én is 3 nap alatt. Itt vagyok 3 napja, mondom, 3 nap. Azóta is itt. Olyat örökbe fogadunk olyat, aki 2 ingatlan mutat, tiszta lappal, tiszta tulajdoni lappal. Hitelképes legyen. Ne legyen bárlista. Azt mondja, nem engem. Ja, nem téged? Félreolvastam, Emike. Gyorsan megy a cset. Ki írta, hogy engem tuti nem 26 éves. Örökbe fogadni nem akar. Ja, hogy gyereket fogadjunk 26, örökbe? 26 éves vagyok. Nem tényleg. Kell, gyerek csak van, sok. 10 évesen is így néztem ki öregen. Nem, babám, mert ma nekem már írták vagy 5-en, hogy fogadjam őket örökbe, amikor körmöztem. Azt mondtam, hogy lehet jönni nyugodtan. Örökbe fogadom. Miért nem? Mondom, tiszta ingatlan papír, tiszta tulajdoni lap, vagy 3 autó, postám. Megviselt. Postám, vagy 8-9 együtt téma legyen. Aztán, na, mit akart? Elfelejtettem, mit akartam mondani. Izé, postabank, ZRT. Elfelejtettem, mit akartam mondani. Ja, hogy örökbe fogadni gyereket? Minek? Ha van annyi? Ó, nem kell. Van gyerek, van unoka. Van. Hál' Istennek van dögive. Akkor babát már nem is akartok. Nem, Zsófim. Mondom, hogy már 5. éve. Már 5. éve lesz. Lassan, de biztosan. Októberbe. Na, még a barimban nincsen nekem, úgy majd még csak 6 óra vacsira jönnek, igaz? 7 óra fele. 7 óra, 7:30, de már 8-kor tele van itt. 8-kor. Mi is jó? Mi a jó kapcsolatnak a titka? Mindig mindent beszéljetek meg. Haraggal ne feküdjetek le. Mindent beszéljetek meg. Mindenről beszéljetek. Ha valami nyomja a szívedet, vagy ha valami nem tetszik, már mondjad is. Ne magadba folytsad, hanem mondd el. Beszéljétek meg. Mindig beszélgessetek sokat. Az a titka, úr, már rájöttem. Persze az is, hogy bizalom, meg stb. Az alap. Beszélgessetek sokat. Menjen a duma. Mindenről. Én legyek a szerencsés, akit örökbe fogadtok. Főzök, mosok, csak hadd egyek jókat, jó. Hallod, főz, mos, takarít. Ennyit tud nyújtani a rendcsi. Jöhet, főz, mos, takarít, mindent megcsinál. Miért nem? Lapozzunk, köszönöm ezt. De nem. Jó, ő főz, most takarít, mindent megcsinál. No, én is főzök, én meg csak megfőzök. Nem, mert itt van, aki csak főz. Megfőzök. Nem, ne haragudj, 2 tulajdoni lapot legyen, tiszta tulajdoni lap. Ne hallgassál. Bátran csöngetett, mindő csöngetett. És ha ilyenkor azt mondja, hogy ne bozd az agyam, amikor beszélgettek, akkor azt mondja, hogy ne bozd az agyam. Hát az már baj, nem akar veled beszélgetni, és akkor azt mondja, hogy ne bozd az agyam. Hát akkor ő már akkor valami nem stimmel. Akkor már gondra már ez. Hát szeretnék, hát akik együtt vannak, mert szeretik egymást, azok szeretnek beszélgetni. Ja, azok szeretik. Azok csak tudnak. Igaz, azok tudnak beszélgetni, szeretni beszélgetni. Ha nincs közös nevezőtök, meg azt mondja, hogy ne bosszad már az agyomat, minek beszélsz annyit, akkor menj el 2-3 napra, azt akkor nem baszod az agyát. Azt akkor egy kicsit hagyd gondolkozzon, legyen akkor magába csendben. Ő baszod saját agyát, hogy hoppá, hol basztam el. Igen. Akkor ott otthon kell hagyni magába, levegőzni.
Akkor az egy hülye. Hát persze, azért mondom. Akkor hiába kaparsz, Csajci, akkor hagyjad magába. Hogy legyen csendben. Pár napig. De ne te hívjad, majd ő, ha megunta már a csendet. Jaj, de jól beszélsz, Meli. Pusztítlak, babám. Én mindig az igazat mondom nektek. Meg a jót. Nem eszünk, babám. Otthon ilyen tyúkos káposztát benyomtam, te tényleg. Ettünk volna, és eklettünk volna. Én is ennyit ettem. Meg mert mondom, rakd meg. Bejöttünk így, mondom, megiszok még egy lattét. Igaz, hogy már ez már 6 óra 5 perckor lett megikva. De nem baj. Mi egy picit sétálunk, jó? Menni akarsz haza? Sétáljunk már egy kicsit, ha bejöttünk. Mit főztél ma? Tegnapi tyúkos káposzta. Hogy elég hallottam ezt a zenét. Halljátok? Holnap itt buli lesz, gyerekek. Akkor jöttünk be fel az ajtón, azt hitték, hogy egy nappal hamarabb jöttünk. Mert lesz itt buli, lesz élőzene, szintezitátor, minden énekes, én meg majd ilyen izé hang leszek. Majd azért, ha jövünk, megengedett, hogy énekeljek. Ha megengedik. Tudod, csak ki? Úgy lehet. Annyit engedünk. Ó, nekem ez a lágy hang. Tényleg felpiszkálja az agyomot. Egy ilyen kis bárhanggal énekelek. Sziasztok! Főleg, hát nem tudom, hogy lesz-e kedve, nekem már most van hozzá kedve, csak hát nem kínzom már, nem is kedve akkor. Az milyen jó zene, csókollak tündikém. Falkó nem uralkozik melletted, az biztos. Nem. Köszönöm, Nancsikám. Nem uralkozunk egymás mellett. Amikor én vagyok szotyolásabb, akkor meg ő ilyen. Egymást szoktuk kompenzálni, meg húzzuk. Mert van, amikor én vagyok egy kicsit szotyolásabb, de mondjuk az nagyon ritkán van. Köszönöm, Kingám, csókollak, köszi szépen. Mostanában tényleg be van egy picit lassulva. Te, azért hagynak is pihenni. Tényleg. De ha lesz kedved elhozni a hónap, akkor elhozhatsz. Tényleg. Hát nem lehet vele beszélgetni, akkor jó, sziasztok, szia Melim, szia mindenkinek. Akkor elvíjéskednénk amúgy itt. Sziasztok. Megyünk? Megyünk. Mert már kezd besötétedni. Majd visszajelentkezek hozzátok, oksi csajszik, oksi kacok mindenkinek. Köszönöm azt a 2700 lájkot, jár, de kevés. Azt hittem meg durantjátok. Én nekem mi van mindig olyan kedves, kevés lájkom? Mert lekötöd őket, Igaz, amúgy már rájöttem, mert néztek. Te meg csak akkor beszélgessünk a lájkot. Köszönöm. Nem baj, amúgy nem haragszok érte. De azért van, mert hogy néztek. Én nem ott nézik nyomkodjátok, hanem néztek, amúgy ez jobb jel. De amúgy nincs lájkom. Azt mondja, mert annyira lekötöd őket. Azért nincs lájkom. Na még ilyet sem hallottam a TikTokon. Sziasztok, elképesztő emberek vagytok. Ezt most jó ételemben mondod. Ha jó értelemben mondtad, akkor nagyon szépen köszönjük. Thank you. Sziasztok, de jó nézni titeket. Köszönjük. Puszi mindenkinek, azokat is puszilom, akik most élő live alatt bekövettek, mert látom, hogy sokan bekövetnek, most jönnek a követések. A párodnak minden jó kedve van. Ja, jó stílusa, azt hittem, hogy nincs jó kedve. Köszönöm. Jó stílusa, köszönjük. Bírlak titeket. Köszönjük. Puszi, Lakatos Zsolt. Hola. Várjál, mert nem a halmajugrai? Lakatos Zsolt. Halmajugra? Mondom, halmajugra, Lakatos. Olyan, mintha úgy látnám a képen.
puszi nektek, puszi Tündi, puszi mindenkinek, puszi, puszi, pápa. Na, majd jövünk vissza, majd később fizetünk, aztán megyünk. Látom, megy fel-fel a like. Na, ja, tényleg, majd 12 000. Ez a beszéd. Csók, csók, puszi, puszi, Bernadett, neked is. Na, most már van, dolgozol, Meli, vagy háziasszon? Háziasszon vagyok, meg körmözök otthon. Jobb adán, amikor jönnek hozzám, akkor szeretettel megcsinálom, ha jönnek. Ha nem, akkor meg seprek, főzök, gerebézek, ások, néha betonozok. Van, mikor öntvényeket csinálok, meg ilyen oroszlánokat a kerítésre, meg ilyen gyalámságokat. De nem nagy dolog, amúgy megvan bibbank. Amúgy 3 nap után ezért kellettem neki, mert amúgy betonozok, aszfaltozok, minden. Akkor mindent csinálsz. Igen, igen. Mindent. Annyira jó hallgatni, elfelejtettük a lájkot küldeni. Nem baj. Örülök neki, hogy olyan jól tudunk beszélgetni, meg annak örülök, hogy írtok. Jön a komment. Nem a lájkot nyomjátok, hanem a csetet. Írás van. Csajé. Sziasztok. Sziasztok. Jaj, köszönjük szépen. Jaj, zserbó. Jaj, nagyon gusztusos. Köszönjük szépen. Á, nagyon szép. Sév küld, akinek mondtad, tudod, hogy jaj, de nagyon kedves. Köszönjük, Sév úr. Köszönjük szépen. Hát akkor megkóstolom. Na, de előtte lefényképezem. Ezt a költeményt meg kell örökíteni. Mindjárt nektek is megmutatom. Várjál, míg átfordítom a kamerát. Sziasztok, sziasztok mindenkinek! Jaj, de jó, kaptunk egy kis desszertet. Tele vagyunk meglepetésekkel itt a borimangban. Na jó, van. Ja, nem mondom semmit. Hát ennek nagyon-nagyon örülök. Tök jó fejek. Hát ez nagyon-nagyon jó. Megmutatom nektek is. Sziasztok! Hát nagyon szép desszertet kaptunk, desszert költeményt. Köszönjük szépen a séfnek. Köszönjük. Ezt megmutatom nektek. Zserbó, gyerekek, nézzétek már, milyen desszertek vannak itt a borimamiba. A rendes alkotások. Hát ezt nem kell kifizetnünk, ezt kaptuk a séftől ajándékban, és nagyon szépen köszönjük ezt a költeményt. Hát nem is merek belekezdeni, olyan szép, nem? Nézzük már még, ne együtt még már még. Én nézzem. Hát ilyen szép süteményt még nem ettem. Na ez, gyerekek, ez te, szép sütemény. Te is szép sütemény vagy. Hát ez, na erre mondják azt, hogy szép sütemény. Az biztos. Köszönjük, Sép úr. Köszönjük szépen. Meg nézzük az ízét is. Ott a villád. Ó. Fogyi. Szuperka. Zserbó, kis fagyi. Szuperka. Nagyon jó. Jaj, de finom íze van, igaz? Ez mi? Nagyon örülök, kedves egészség. Köszönjük szépen. Jaj, köszönjük. Ez mi? Ez zserbó. Ja. Ez igen. Hát ilyet csak a nagy séfek tudnak, gyerekek. Az biztos. Hát most ilyet így hogy csináljuk? Hát ilyet csak a séfek, a nagy séfek. Nem potyára séfek. Na. Itt ilyen a zserbó. Ismerne titeket, azért kaptátok. Hát már voltunk itt egy 3-4-szer. Most vagyunk itt hanyadjára, babám. Negyedjére. Harmadjára. Ja. De hallod, olyan nagyon-nagyon-nagyon kedvesek. Ezt még én megérdesem. Ó, ez ilyen fagyi. Szerintem ez vanília fagyi, nem? Mellette. Ez fagyika. Ó, nagyon finom, jól mondta, csodás ránézés, ez akkor ez meg van hozzá zseli. Gyerekek, ez zseli. A hetővilág. Köszönöm szépen, babám. Köszönöm a koszorút.
Köszönöm a virágkoszorút, babám. Köszönj szépen, drágám. Na, itt annyira figyelnek az emberekre, vendégekre, hogy látsátok? De itt nagyon-nagyon figyelmesek, mert minden... Én most megeszem ezt a, a virágot. Szerintem gyöngyösen az egyik legelőttebb. Hónap gyönyörű van amúgy. Gyönyörű. Ahhoz volt. De jó lenne ellennék, olyan jó ellennék itt, olyan jó érzem. Na, most azelőtt is mondtam, hogy kaptuk a sütit. Nem csak a süti miatt mondom. Bori mamiban vagyunk, Andikám. Bori mami. Nagyon-nagyon finom. Finom. Isteni. Nem bírok itt hagyni egy cseppet. Töröl ki. Kitör. Ez desszert. A zseli. Kóstoltad a zseli? Kóstoltam szépen. Egyet. Ez van. Azt mondja. Nagyon finom volt. Hát, na most én igen, így. Ez mi, keksz? Szerintem igen. Vagy csak ilyen. Kóstol már meg mentolos. Mentolos, de jó. Érzek benne egy kis mentolt. Imádlak benneteket. Csókollak, Anasztázia. Lesz nem soká vacsi idő. De jó mentor. Köszi, Angelikám. Puszillak. Köszönöm a rózsákat. Kapmán be. No. Ez tényleg nagyon jó volt. Nagyon finom volt és gyönyörű is. Köszönjük. Jövünk. Azért kérdezem meg tőle ennyiszer, mert nem tudom mikor, holnap milyen kedve lesz. Tüsnek, de rafinál. De amúgy elhoz. De rafinál. Nem, bocsánat. Mert nem lát. Engem már behálózott, neki már egy. Na ilyen, gyerekek. Sziasztok, aranyosok vagytok. Köszönjük. Sok puszi. Nagyon egybe illetek. Jaj, köszi, babám. Köszi. Láttátok, mennyire szeretünk benneteket? Igen, látjuk, hogy nagyon szerettek, és mi is titeket. És köszönöm, most már 28 ezer like van. Jobb hangzik, mint a 2700. Köszönöm. Sziasztok, sziasztok, csókot. Nem látom, mennyi van. Sziasztok, 322. Milyen szép vagy. Jaj, köszönöm, drágám. Szia, édesem. Mindig titeket nézlek. Ó, köszönjük. Kedvenc páros vagytok. Csókollak, Vivien. Ha jövünk hozzátok vissza, most megyünk. Holnap, ha minden igaz, holnap, akkor itt leszünk itt a Bori mamiba. Jó kis zenéses, ajánlom mindenkinek. Aki tud, jöjjön el, itt találkozunk. Cikkozunk itt. Aki teheti. Tényleg. Aki igényes szórakozásra és a helységre, kiszolgálásra, fölhozatalra, az jöjjön. Itt mindent megkap. Komolyan. Itt olyan finom minden, és finoman beszélgetnek az emberek. Mit hívtál, Claudia? Szuper, az egész. Hogy gyertek nyugodtan. Itt leszünk mind is. Hova tekerje, Claudia? Hol írtál nekem? A szép, mikor? 3 óroszával ezelőtt? Nem látom. Bírlak benneteket. Örülünk neki is, köszönjük, hogy itt vagy. Persze, ott szabad megmutatni a helyet. Ja. Még az előteret szeretném megmutatni már. Na, akkor megyünk ki. Nézzétek, milyen szép az egész. És majd elől is megmutatom nektek. Nagyon szép az egész, gyönyörű, hangulatos, otthonos, jól érzel itt magad.
sziasztok! Nagyon finom sütit kaptunk Zserbó. Nagyon gyönyörű hely, de majd még elől mutatom majd a pultot, jó? Majd amikor megyünk ki. Nagyon szép hely. Puszilak titeket. Sziasztok! Azok addig nem is kapcsolom le, akkor. Már hogyha megyünk el, addig nem is kapcsolom le, jó? Megmutatom a csajszikat. Múltkor is pózoltak egyet, úgyhogy szerintem nem. Köszönöm a rózsát, köszi puszi. Na fizess! Fizetünk. Fizetünk. Kártyával. Ja, igaz, már lesz úgy a kártyi. Cukrász, laborba dolgoztam, és Zserbót is sütöttem. Egészségetekre. Még valamit esetleg? Köszönjük szépen, akkor ennyi. Kártyával fizetek most, jó? Jaj, de szép kék szemem, videó verhetetlen lett. Megnéztük, és a férjemmel, vagy 30-szor megnéztétek a Claudia. Jaj, de szép kék szeme van magán. Ha csinálunk mi? Csinálunk. Lepestére. Videónak szuper jó lett, írja most Angelika is, írta Claudia is. Igen, nagyon örülök neki, hogy tetszett nektek. Bíztam amúgy benne, hogy nektek is bejönnek ezek. Jaj, az ott dolgokon nézik. Látod, hogy ne tűzenek? Igen, igen. Jó fejek, mindegyik. Ó, az nem kifejezés. Falko, mit fogsz főzni? Majd fog ő is főzni amúgy velem. Már most már kerítek rá a sort, hogy főzzön velem. Nagyon eltaláltátok, még jobb, mint az eredeti. Tényleg? Mondjátok. Amúgy sokan mondja. Amúgy mindkinek igazából. Nem igaz, legyetek szerencsések százmény. Erőben, egészségben, boldogságban, gazdagságban. Köszönjük viszont szépen. Kívánjuk, viszont kívánjuk az egész családotoknak, viszont mindenkinek. Erőben, egészségben, gazdagságban, soha el nem múló egészségben. Amen. A legfontosabb. Sziasztok! Majd mindjárt majd mutatom nektek elől is a pultnál, hogy milyen a helyzet, milyen a szitu. Na meg azt akartam amúgy mondani, akik itt laknak a közelbe, Gyöngyöshöz közel, mert sokan vannak, akik Visontáról, Markozról, erről, így a környékről, akik néznek minket, azok holnap ide eljöhetnének. Azt mondtam, amit te beszélgettél. És akkor itt tudunk találkozni, beszélgetni. Ja. Kis muzsikás, kis szintis este lesz. A Bori Mamiban vagyunk, Melinda. Bori Mamiban. Hát én is föllépek. Énekelünk egy kicsit, alá zümmögök. Sziasztok, nagyon cikik vagytok, imádom a főztőt, puszillak Valériám. Köszönöm. Egy tyúkos káposztát tettük még ma. A finom tyúkicsát. Holnap itt lesz a dedikálás est. Már amúgy... Amúgy már igen, olyan kis vacsis idő van, már ülekeznek, hála jó Istennek. Akkor tuti siker lesz, na igaz-e? Szemöldököd, mivel csinálod? Szemöldöceruzával. A Lovely, Lovely-nek a szemöldöceruzájával, a három az egyben ceruzával. De szép pár vagytok, köszönjük, puszi nektek. Sziasztok, mi már megyünk? Lattéztunk, gyömbéreztünk, a séftől kaptunk egy csodálatos Zserbó költeményt. Hát ez valami csoda volt, meg az az íz. Igaz, vanília fagyival volt, az szerint az vanília ízű tejsz. Színes vaníliás. Sziasztok, Amerikából tényleg írok nektek, drága, szép, aranyos, kedves párspattok. Imádlak titeket. Vaj, Marikám, köszi csókolunk, puszi, örülünk, hogy itt vagy. Vigyázz magadra Amerikában. Nagyon imádják, ha jó téged nézni, bekövetsz engem. Hát én már nem tudom, hogy kimenjek a kerékhez. Vagy még mit csináljunk? Amúgy még csak 7 óra lesz. Nem, ezt a vége?
Hogy is lett a zsér? Ó, nagyon-nagyon finom volt. Nagyon örülök. 2000 éve. Köszönöm, kedves vagy. Kerekítsük fel. Legyen így. Akkor holnap 6? Holnap jövünk. Jó, mindenképpen. Minden. Érintős, igen. Igen, igen, még egy kicsit hosszabb. Ja. Mindjárt. Most a jó. És ez máskor is szokott jelenni? Mhm. Tavasszal, meg ősszel. Köszönjük, köszönjük. És vannak. Hála Istennek, igen. Bent fog zenélni, ti ott szeretnétek asztalt, ahol zenélni? Igen. Ja, 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 ja. Nem, ott, ahol megy a zene. Jó. Úgyhogy akkor majd ott ez jó közel a zenészhez. Jó. 6-ra gyertek, akkor van a vendégvárás, és akkor 7-től kezdődik a vacsi. Jó, jó, rendben van. Várunk titeket, szeretettel. Jó, köszönjük, köszönjük szépen a deszertet. Nagyon-nagyon. Ja, igen, jó. Nagyon-nagyon finom volt, olyan jó volt, tényleg. Gondgyönyörűen nézett ki. Köszönjük szépen. Köszönjük azt a meglepést. Nagyon-nagyon. Köszönjük. Nektek is köszönjük. Na gyerekek, megmutatom a pultot, megmutatom, hol vannak a csajszik. Mi van? Kiugrott a kártya. Hát ki, mikor kiugrasztottam, hogy berakjam. Azt mondja, kiugrott a kártyám. Végem van. Na, mindjárt megmutatom az előteret, maradjatok. Na, sziasztok, telefonnak, ott hagyom, na gyertek, na. Mutatom a szitút, figyeljetek, átfordítom a kamerát. Na, figyeljétek a stílust. Gyerekek, az egész ajtaja tiszta üveg. Zenés est lesz, nézzétek. Viszlát. Na. Mutatom, nézzétek. Nézzétek már. Nézzétek már. Már amúgy ide is üljünk már. Nézzétek, gyerekek. Igen, Bori mami. Nem baj, megmutatom itt. No, meg. Na, nézzétek, milyen gyönyörű a pult. Na, látjátok? Bori mami. Sziasztok. Köszönjük szépen, sziasztok! Holnap találkozunk, holnap, igen. Sziasztok. Sziasztok. Sziasztok! Na, gyerekek, mit szóltok? Csodálatos, igen. Na, szóljatok egy szót. A Tápai Szabina is ott vacsizott a múlt héten, tényleg? Ez jó hely, Bori mami. Igen, Bori mami a neve. Pontosan. Merre menjünk? Amúgy jó idő van. Milyen est lesz holnap? Ilyen zenés est. 6-ra kell jönni. 6-ra kell ilyen asztalt foglalni, mert már gondolom sokkal lesznek, azért kell ide jönni 6-ra. 7 órakor vacsi, aztán meg megy a zene. Kis mulatási. Aznap volt a Szabina, amikor ti. Tényleg? Köszönöm a főnök. Na. Sziasztok, szia mindenkinek. Ott járok minden nap el, mikor vissza moviba a gyerekeket. A gyereket? Nagyon szép, gyönyörű hely, és akkor holnap itt találkozunk. Aki jönni akar velünk, az jöjjön, itt találkozunk. Yeah. Nem bánnám, hogyha egy páran eljönnétek. Csókolok mindenkit, tiszta szívből, tiszta erőből, csókollak titeket. Sok-sok puszi mindenkinek, köszönöm a rengeteg lájkot és az ajándékot, nagyon kedvesek vagytok. Csókollak titeket, sziasztok!